Több ezer tő árvácskát ültetnek el a város több pontján a Várva Kft. Munkatársai. A cél, hogy a színes, mutatós virágok még szebbé tegyék Cegléd köztereit. Erről is lesz szó mai híradónkban, de előtte nézzük további híreinket először röviden. Látni és látszani, újraindul a kampány. Tollasozni tanulnak a város óvodásai. És régi járművek festményeken kiállítás nyílt a gimnáziumban. Jó estét kívánok! Önök a Ceglédi Városi Televízió keddesti híradóját látják. Mintegy 15 ezer tő árvácskát ültetnek ki a város köztereire a Várva Kft. Munkatársai. A palántákat fóliában nevelték heteken át közfoglalkoztatottak segítségével. A kiültetés most kezdődhetett el. A színes, fagytűrő virágból kerül a Béketérre, a felüljárónál található körforgalomhoz, a Selyem utcához, a Köztársaság utcához és a rendőrséghez is. A precíz, alapos gondozásnak meglett az eredménye. A Várva Kft. Telephelyén a 300 négyzetméteres fóliasátorban gyönyörű látványt nyújt, mint egy 15 ezer tő árvácska. Heteken át tartó munka eredménye mindez, mondta Hervai Gergő. Az árvácskát pedig augusztus 20-a előtt egy héttel kezdtük el kipoharazni. Itt közfoglalkoztatási program keretébe épült a fóliasátor. Itt 5-6 fő dolgozik ezzel folyamatosan, főleg hölgyek. A poharazás az megtörtént egy hét alatt, azt mondhatom, és azóta egy 5-6-7 munkának az eredménye, egy fejlettségi állapota mutatja itt a hátam mögött, hogy már szépen bevirágoztak az árvácskák. Ez a második év, hogy fóliasátorban közfoglalkoztatottak segítségével nevelnek árvácskákat. A cél, hogy a színes, mutatós virágok még szebbé tegyék a város köztereit. Az árvácskáknak külön virágágyás van kialakítva, az ültetés már el is kezdődött. Ma a kora délután a felüljárónál található körforgalomnál dolgoztak a szakemberek. A város virágosítására a legjobb választás az árvácska, fogalmazott a főkertész helyettes. Minden város nagy részt, azt mondom, 90%-ban az árvácskát használja két nyáriak közül. Valakik még a százszor szépet is szeretik, de az árvácska bírja a legjobban, tehát a fagyokat is jól viseli, most ősszel ad egy virágzási stádiumot, utána pedig tavasszal, ahogy melegszik az idő, akkor lesz az igazán nagy virágzása neki egészen április végéig. A 15 ezer tő árvácskából a Béketérre, a rendőrséghez, a Selyem utca sarkához, valamint a Köztársaság utca, Mezgáz és Sportuszoda közötti részéhez is kerül. Megnézték a híres orosz balettet, ismerkedtek a helyi kultúrával, gasztronómiával, épített és természeti értékekkel, és mindezt úgy, hogy eközben egy rangos világversenyen vettek részt a Patkós Irma iskola diákjai és tanárai. Az aranyéremmel hazatért delegációt diáktársak, kollégák köszöntötték. A sportcsarnok mellett gyülekeztek teljes titokban tegnap délután a Patkós Irma iskola növendékei és persze pedagógusai is. Arra vártak, hogy meglephessék a Szentpéterváról hazaérkező aranyérmes táncosokat. Az aranyérmet elnyert csapatot természetesen a művész himnusszal is köszöntötték. Nagyon megható volt, hogy itt az egész iskola eleve izgult értünk, mind az eredményhirdetésre várva, meg most, amikor megérkeztünk, az, hogy a művészhimnuszt így közösen az egész iskola elénekelte, szerintem mindenkinek nagyon, nagyon jól esett. Sok-sok kulturális és gasztronómiai programmal. Na és persze egy erős versenyen a hátuk mögött fáradtan, de boldogan érkezett haza a csapat. A csapat az International Dance Organization világversenyén vett részt. Számos elismerést gyűjtöttek be a produkció után. Török Orsolya, Jó Regina, Majlát Édu, a Pap Nikolett, Pálinkás Gergő, Majlát Árpád, Jámbrik Máté, Vámos Krisztina, Nagy Éva, Ubrankovics Tamás és Nagy Alexandra a Tánc című koreográfiával mutatkozott be a zsűri előtt. A koreográfiát Gerebic Adrián készített. Kihívást pedig nem csak a koreográfia, de a megfelelő létszám is jelentett.
nagyon kevés a fiú táncos világszínvonalon, és mi négy fiúval ki tudtunk menni, ami nagyon sokat jelentett, rengeteg dobást tudtunk berakni ezáltal a koreográfiába. Nagyon jó volt egyébként látni, hogy ugye kicsiként mi voltunk a legkisebb csoport, mármint úgy, hogy 11 fővel mentünk ki táncosok, ugye a németek több junior korosztályba is indultak, mi csak felnőttbe indultunk, de tapsoltak nálunk a dobásoknál, a koreográfia végén, tehát nagyon-nagyon jó érzés volt, hogy oda jöttek utána külön, hogy gratulálnak, mert nagyon tetszett a produkciónk. Ezen a világversenyen egyébként Magyarországról egyedül a ceglédi iskola csapata vett részt. A megmérettetés költségeit az intézmény fenntartója állta, hogy a diákok és tanárok csak a versenyre koncentrálhassanak. Az eredmény pedig meg is lett, tehát aranyérem került a táncosok nyakába. Újra indul a Látni és Látszani elnevezésű kampány. Az akció célja, hogy felhívja a figyelmet a balesetmentes közlekedés érdekében a látás és a láthatóság kiemelt fontosságára. Erről is egyeztettek tegnap a Balesetmegelőzési Bizottság ülésén. A Látni és Látszani akció az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság közlekedésbiztonsági kampánya, mely 2012 óta törekszik arra, hogy felhívja a figyelmet a látás és láthatóság kiemelt fontosságára. Ehhez az akcióhoz évről évre Cegléd és a környező települések is csatlakoznak, hangzott el a Balesetmegelőzési Bizottság ülésén. Nagyon fontos, hogy holnaptól fog elindulni, ugye hagyományoknak most már híven a Látni és Látszani kampány. Minden évben, ilyen december hónap környékén Cegléd, illetve illetékességi területünkön lévő Abony, Albert és a Jászkara Jenő településeken hajtunk végre prevenciós tevékenységet. A kampány keretében nagyon fontos, hogy a kerékpárral közlekedők, illetve a gyalogosok mellényt, illetve lámpát kapnak. A közlekedésbiztonság társadalmi ügy, csak akkor lehet eredményes, ha fontosságát, kockázati tényezőit a közlekedés minden résztvevője felismeri és tesz is érte. A kampányhoz optikák és autószervizek is csatlakoztak, ahol ingyenes szolgáltatásokhoz juthat az érdeklődő. Az őszi, illetve a téli időszakban ugye az óra átállítása hamarabb sötétedik, és akkor nem csak a településeken, hanem nagyon fontos az, hogy az iskolák környékén is, ugye már 4 órakor sötétedik, 4 órakor van vége a tanításnak, és akkor ugye az iskola rendőrök által őket is szeretnénk belevenni ebbe a kampányba. A ceglédi rendőrkapitányság munkatársa Sós Zsanett rendszeresen tart balesetmegelőzési előadást a város oktatási intézményeiben, hiszen azáltal, hogy a gyerekek megjegyzik, elsajátítják a legfontosabb KRESZ ismereteket, a legtöbb baj megelőzhető. Nagyszerű lehetőséget kaptak a város óvodái. A nagycsoportos gyerekek 2 hetente járnak a Mizsei úti sportközpontba, ahol tollaslabdázni tanulnak. A kicsiket és kísérőiket az önkormányzat által támogatott busszal szállítják a helyszínre. Nap mint nap óvodások százai töltik meg a Mizsei úti tollaslabda csarnokot. A gyerekeket egy hatalmas busszal szállítják a sportközpontba. Elsősorban úgy jött létre, hogy a Living Sport tollaslabda csarnok gondolt egy nagyot és vásárolt egy buszt, melyben az önkormányzat is segítségünkre volt, és közös megállapodással úgy döntöttünk, hogy az óvodákból, tehát a Cegléd városi önkormányzat által fenntartott óvodákból a nagycsoportosokat szeretnénk fogadni tollaslabda órák keretein belül, és így megegyeztünk velük, hogy segítenek nekünk a busz fenntartásában, illetve közösen leszervezzük a gyerekek kiszállítását ide hozzánk. A kicsik figyelmét gyorsan fel lehet kelteni, de koordinálni nem mindig olyan egyszerű őket, így elengedhetetlen a szakember jelenléte a testnevelés óráknál. Fontos, hogy a gyerekek minél hamarabb elkezdjék a mozgást és a sportot, hiszen ezáltal megismerik saját testüket. Továbbá javul a mozgás koordinációjuk, növekszik a kitartásuk, akaraterejük, fejlődik a szocializációs és kommunikációs készségük. 2 hetente kaptunk lehetőséget keddi napokon arra, hogy ide elhozzuk Ugyérből a gyerekeket, és ez egy nagyon nagy lehetőség számukra, mert ebben a korban, tehát minél fiatalabban elkezdik bármelyik sportágat, annál jobban rögzülnek ezek a mozdulatok, úgyhogy nagyon köszönjük így a tollaslabda csarnoknak, hogy lehetőséget biztosít számunkra.
Ennek a kezdeményezésnek itt még nincs vége, hiszen ameddig csak lehet, szeretnék fenntartani ezt a lehetőséget az óvodáknak, mondta a Tollaslabda csarnok marketing menedzsere. Ikarus busz, Trabant, Zsiguli, Simpson motor és régi típusú vonatok is láthatók azon a festménykiállításon, amely tegnap nyílt a Kossuth gimnáziumban. Az alkotó Plangár Sándor évtizedek óta hódol szenvedélyének, a rajzolásnak és a festészetnek. Alkotásainak egy részét pedig most a közönség is megcsodálhatja. Most is szebbnél szebb festmények költöztek a Kossuth gimnázium dísztermébe. Rendhagyó tárlatnak ad helyet az iskola. A megnyitó közönségét az igazgató helyettes Volter Etelka köszöntötte. Nagyon örülök, hogy a gimnázium díszterme nem csak a saját tanítványainknak, kultanítványainknak ad kiállítási lehetőséget, hanem ennél azért szélesebb körben tudunk mozogni. Bevallom, amikor a meghívót megláttam, akkor néztem, hogy ez egy fénykép. Aztán kiderült, hogy ez egyáltalán nem fénykép, és ma délelőtt meg most is végignéztem a képeket, és hát a fiatalkoromat hozta vissza. A festményeken olyan járművek láthatóak, amelyek évtizedekkel ezelőtt meghatározták a magyar utakat. Ikarus busz, Zsiguli, Lada, Simpson, Pannonia és régi típusú vonat is fellelhető a képek között. Az alkotó Plangár Sándor, a megnyitón fia beszélt édesapja szenvedélyéről, a festészetről. Apukámat onnan ismerik elsősorban Cegléden és környékén, hogy mosógépeket javít. De egyre többen tudják azt is, hogy hobbi a rajzolás és festés, ami nem új keletű dolog, hiszen már általános és már óvodáskora óta szeret rajzolni. Iskoláskorában több versenyen vett részt eredményesen. Főleg az éppen aktuális rajzfilmes erősöket szeretett rajzolni, mint például Kengyelfutó gyalogkakuk, Frédi és Béni, Fidi González, vagy pedig a Vuk. Az alkotás iránti vágy pedig felnőtt korában sem lankadt, és miután imádta a járműveket, egyértelmű volt, hogy ezeket festi meg Plangár Sándor. Minden festményhez és minden járműhöz egy-egy emlék is kapcsolódik. Nagyon sok kép született az elmúlt években, ezeknek most csak egy töredékét láthatja a közönség. Nézzék meg minél többen a kiállítást, érdemes, hiszen igazi időutazás. Ezek voltak legfrissebb híreink, friss híradóval, holnap este is jelentkezünk, viszontlátásra!